When we were younger, we used to sit on the grass. Elbúcsúzunk ettől a szép helyszíntől. És megyünk egy még szebb helyszíni. Igen? De igen? Oda be. Akkor ezt tényleg rövidre fogom. Nem húzom sokáig. Cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. És mit csinálnak a srácok ebben a dzsúvás vízben? Yes, enjoying the scenery. Exactly. What are they doing? What are they doing here? Well, I think their business is waste management, right? Okay. They're in the waste management industry, I think. Yes. Yes. Probably. Smoke from your parents. Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. I just can't. Yeah, maybe that's what happens. When the community, at some point, it gets all filled up and stuff. Yeah, so they have everybody to. Sewers get like. Yeah. Stuck, and then probably only have then, to, when everybody's in problem. The conclusion is that everybody gives a little bit of money to this guy to clean it. Yeah. And then there's peace for a week or two. But we had to move on. Life ran away from us. If I could go. Édesem. Be 17 again. I would just to see all my friends running around the city acting crazy like we used to do. I wish I could turn back time. Ez a kemény. Megjönnek a kis younger. We used to sit on the grass. Dagálykor újra víz lesz a hajó alatt, és akkor el tud menni. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the... Szeretnél egy fotót? Persze. Nagyon jó. Oké, megvan. Aha. Gyere. Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. Igen. We were 17. Igen, koda. Aha, kis mini vonat. Nagyon meleg van. Rettenet meleg van. Még a szélmarom harca. Ez már nem egy fotózás, hanem fotózás. Nem csak a vlogban, hanem a tévében is fogok kinézni. Probléma? Problém? Szerintem ebben a környezetben. Autentikus. Hello! Hello! Szét kell várjunk, mert itt fiúk mennek be, ott meg a lányok. Engedj el, Mico! Menjetek ott be a Gizussal, jó? Bent találkozunk! A gettó a felhőkarcolók előtt. Azt mondta az előbb, csak nem maradtam az elejére, hogy a gazdag, akik nagyon-nagyon gazdagok, és a szegények pedig nagyon-nagyon szegények. Tehát a két véglet. There's a guy called Mukesh Ambani. Yeah. He's an industrialist. He is India's richest person. And this house was second expensive house. Wow, the world's second
second expensive? India. India or the world? World. The world? Yeah, the world I'm saying. A Mumbai-ban magasodó Antilia a világ második legdrágább lakóháza, a londoni Buckingham palota után. Mukesh Ambani a leggazdagabb indiai üzletember, aki feleségével és három gyermekükkel lakik a 27 emeletes toronyházban. Nem számítva persze a 600 fős személyzetet, amelyre a hatalmas épület rendben és fenntartásához szükség van. Az Antilia értékét 1 és 2 milliárd amerikai dollár közötti összegre becsülik a szakértők, területe 4500 négyzetméter és mintegy 600 szobát foglal magába. Az Antilia 27 emelet magas, a dupla belmagasság miatt ez azonban körülbelül 40 emeletnek felel meg. Nevét egy Arisztotelész által leírt mitikus és hatalmas atlanti-óceáni sziget után kapta. A luxus lakosztályokon kívül az épületben színház, bálterem, templom, spa, három úszómedence és egészségügyi részleg is helyet kapott. Függőkert és nagyobb zöld területek is találhatóak az épületben, amely egy 8-as erősségű földrengést is kibírna. A toronyházban 9 lift üzemel, van, amit csak a családtagok használhatnak. A tetőn 3 helikopter leszállóhely is elérhető, a föld alatt pedig 6 emeleten 168 autó parkolhat kényelmesen. Az a kocka. Az a rondaság. Nem ronda. Hát nem szép. Nem ronda. Ezek az épületek a zárában felszámolhattam, azt szerintem az egész nyomor nagy előtt. Is the situation is so sensitive right now? Because yes, we got the message that it's very sensitive and we have to be very careful. It's very sensitive. But why? What could happen? They can make issue out of anything. Okay. Terrorist attacks. Just the way it happened in Sri Lanka. Mm-hmm. Hopefully we are not in danger. Azért az itt tényleg egy ilyen szép rendezett része Mumbai-nak, tehát nem akarok hamis képet festeni erről a városról, vagy igazságtalan, ez eleve hatalmas, 18 millióan laknak, többen laknak itt, mint Magyarországon, majdnem kétszer annyian, csak ebben a városban. Tehát nyilván mi nagyon keveset láttunk belőle, de ez az első igazán szép környék, ahol most vagyunk. Yeah, we have arrived. Okay. Megérkeztünk. Majd amíg a Gizu... Majd visszajön a Gizu. Várjál, akkor gyere! Most lement a Gizu, csak a Micit nem hagyhatom itt. Hol a Mici? Pádinak, a segítőknek tisztítják a fülét. Ez egy ilyen indiai szokás. Utána a földre dobják a főzsíros vattát. Jobban fog hajlani. Nuszti. Ezt most pont a műsorban is csinálják a párosok. De azért így közelről ez jó. Ezért ez van mit kiszedni. És dobják a földre a kis vattákat, és akkor az ott is marad. Köszönjük ez a pici baba.
egyesen. Jó. Együtt maradjatok együtt. Jó volt. Nagyon érdekesen élnek itt az emberek, érdekesen használják az utcát. Néni feje alá rakott egy ilyen járdatéglát, és halszik, az a párnája. Kicsit lokátorosabb villám. Egy kicsit kiáll, tényleg, ez tény. Hát jó, ez így, amúgy így lenne kényelmes. De most mi, gyűrjen be alá, vagy mit csinálj? Hát ez kis bölcsében. Görcsi, tudsz adni kameratépet? Valami ragadzol? De most jó a kalapet. Itt oldalú ragasztóval megfixáljuk. Na, és a te pálma levél. Egy ekkora levél? Látom. Hát azért ez most nem esett volna jó. Na, Balázs, mondjad a tutit. Hány perc? Any minute. Any minute. Ja, azt jelenti, bármelyik pillanatban itt lehet a páros. Ezek a GPS jelek, amivel követtük őket, mert szerintem két év... Jövő, lerakom. Szóval két év alatt tök sokat fejlődött a technika, és most sokkal pontosabbak az Any Minute-ek, mert most mondták, hogy Any Minute, és tényleg itt is vannak, és most búcsúzom, puszi. Ez egy mosoda a gettó közepén, az a neve, hogy gatok. Ezek gatok. Ezek gatok, mondom, ez a sok kis edény, ezek a, minek hívjam, vizes publik. Ezek a gatok, a dobik, akik a mosást végzik. Tulajdonképpen bérben csinálják ezt a szolgáltatást, tehát nem az, hogy mindenki a saját ruháját mossa, hanem ők begyűjtik az emberektől a különböző szennyes ruhákat. Itt ezen az úron is látszik, hogy már elég komoly mennyiséget kimosott. Tisztára mossák, megszerítják, és utána visszaszállítják eredeti tulajdonosoknak. Hello! Van vajon mosószer a vízbe? Nem illatva, ha ez egyszer illatva, én érszem. És ott száradnak a ruhák. Örülöm. Na, gyertek. Oda felfogadnál. Igen. A felasztra, pedig itt középen kellene, hogy a peremen? Vagy a teremben, vagy a medencék, hogy ott már megváltam. Jó. Hol. Jó, bemegyek oda. Good. Gyeriék felmentek oda a tetőre, onnan fognak felvenni.
Bálint meg a Vencit, hogy ő is meg tudja nézni. Mi három szobában hatunk meg nagyon jó volt. Egyébként olyan, mint egy hullám elterítene téged. I'm still the same. Aha. Megjött a vonat. Akkor én nem hagyom neked. Igen? Aranyos vagy. Köszönöm szépen. Tessék? Hát miért? Hogy vagy? Minden lenne tiszta? Egész nap fürödtél. Mekkora óra van a szők? How many dressing up for me to play some ball? Seasons change, still the same range. Where will it take? Na nyúljatok hozzá! Szárított! Ez meg szárított! Tényleg! Nagyon jól néz ki! Haracskák! Itt vannak cicák! Itt vannak cicák, de nem sima! Itt nyúlok! Ja, azt hittem, hogy ez nem. Igen. Ez cica, cica, cica. Bizony. Valami csúnya dolgot készülnek mutatni nekem. Jézusom, mi lesz ez? Ne! 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 Nem hiszem el! Nem áll! Bácsi fest! Mindig festik a kerítés! Micsoda? Ne! Ez milyen mi? De van! Nem akarom látni. Réka, te ezt már láttad? Nem, de elég volt ennyi. Vagy csak így surlóban láttam, nekem elég volt ennyi. Úristen, de jól. De miért? Ezt miért csinálják? Mi az oka? Ákos, te ezt már láttad? A vég a legjobb. Igazából szerint észre sem vettem, hogy nincs rajta. Az ember ott ült, és a saját kakáját került a kerítésre. De miért? Ez a híres kakátán. Ez a zsászmutató. De miért csináljuk, hogy miért? Kérlek az Ákosnak is mutasd meg. Egyébként ez művész, ez első, meg ez falfestés.
Ez olyan, mint Farfestés. Megvan minden küldetés volnap a hagyszámban egy ilyen. Keresítek meg a művét. Nem, egy feladat. Alkossatok. Szabadon alkotás. A szabadon alkotás művészete. Hát ilyen ugrász a győzős magyarul. Renci! Te már lesz átlámogáltam. When we were younger, we used to sit on the grass among the flowers. We just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible. Szembesítettem embereket itt a saját tevékenységükkel, és ez ugye fáj. Ő a legfiatalabb, a legtapasztalatlanabb, és mindenkinek osztja az őt. És még itt a Dávidhoz szólnék, te, amikor a családomat sérted meg, ezek után ne várjál tőlem tiszteletet. Nem, nem, nem. Nem hiszem el, hogy ezen vérzünk el megint. Kicsim! Mi van? Mi hát van? Hát folyamatosan mozgatod! Nem bírom, mozgatod! De mi az, hogy mozgatod? Kicsim! Ázsia Express. Hétköznap esténként a TV2-n. When we were 17.